Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.splcstudio.hu. Gázrobbanás. 5 sérült és lakhatatlanná vált lakóház Szekszárdon. Életveszélyben. Futás közben támadták meg a 4 gyermekes családanyát. Baleset megelőzés. Zebrát terveznek Tolna egyik legveszélyesebb útszakaszára. Láthatatlan kiállítás. Az érzékenyítés a cél. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! 100 embert ideiglenesen ki kellett telepíteni, 5 pedig megsérültek egy gázrobbanás miatt Szekszárdon. A Herman Ottó utcában egy második emeleti lakásban történt a robbanás, hogy mi okozta, egyelőre vizsgálják a hatóságok. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azonnal válságstábot hívott össze, és a helyszínen azt mondta, hogy minden segítséget megadnak a károsultaknak ahhoz, hogy minél előbb visszatérhessenek az otthonaikba. Közben az ÉSZ Egyesület is gyűjtésbe kezdett, hogy segítsenek a bajba jutottakon. Minden ablak ki van törve, erkély nincsen már, redőnytokok lógnak, és hát azt látjuk, hogy úgy tűnik teljesen tönkrement a lakás. Bővebb felvilágosítást nem kaptunk. Mondta ehhez a hölgy, akinek gyakorlatilag elpusztult mindene a Herman Utca utca 3 alatti házban. A gázrobbanás okát még vizsgálják a szakemberek. A katasztrófának több sérültje is van, de a lakók jelentős része nem tartózkodott otthon. A detonáció akkora volt, hogy az utca másik oldalán lévő házban is kitörtek az ablakok és kiszakadtak az ajtók. Nagy erőkkel kezdtük meg a kivonulást, 3-as kiemelt fokozatban. Addigra a rendőrség már megkezdte a területnek a zárását, biztonságosan a lakókat, az itthon lévő lakókat kikísérték az épületből. Annyit lehet tudni jelen pillanatban, hogy a műszaki mentési folyamatokban biztos, hogy a lakók nem térhetnek vissza ebben a 10 lakásos társasházban az otthonukba. Szerencsére haláleset nem történt. 5 sérült volt a helyszín, amiről eddig tudunk, az átvizsgálás még folyik, ebből 2 mondható súlyosnak, 3 pedig könnyebbnek, mindenki kórházba került, illetve az egyik könnyű sérült nyilatkozat ellenében helyszínen maradt. Megvárjuk természetesen, amíg az átkutatás megtörténik, hogy nincs-e még sérült a romokban. 4 mentőautóval voltunk a helyszínen, ami egyelőre elégnek bizonyult, természetesen bármikor tudunk még ide csoportosítani mentőerőket, ha szükséges. A helyszínre érkezett Ács Rezső Szekszárd polgármester, aki azt mondta, minden károsult elhelyezését megoldja a város. 10 és 30 közötti lakás sérült, hála Istennek, hogy személyi sérülés kevés volt, halálesetről nem tudunk egyébként. Az önkormányzat nyilván összehívott egy válságstábot, amelynek tagjai a mentősök, a rendőrség és a tűzoltók, és el fogjuk helyezni valamennyi itt lakó szekszári állampolgárt az önkormányzat lakásaiban, a kollégiumokban, illetve vérelünk lakásokat, úgyhogy meg fogjuk oldani mindenkinek a lakhatását. Az időközben kiadott közlemény szerint a helyszínre a paksi, a szekszárdi hivatásos tűzoltók mellett a bonyhádi és véméndi katasztrófavédelmi erők hivatásos tűzoltói is vonultak. A robbanás az épület második emeletén történt, és közel 100 embert kellett kimenteni a lakóházból és közvetlen környezetéből. A robbanás hangereje akkora volt, hogy értesüléseink szerint a környező településeken is hallható volt. Megtámadtak futás közben egy 4 gyermekes családanyát Szekszárdon. Épp a szekszárdi dombok között kocogott, amikor egy férfi követni kezdte őt, majd egy bokros részen fellökte. A nő el tudott menekülni, még mielőtt komolyabb baja esett volna. Azt mondja, arra gyanakszik, hogy a támadó szexuálisan akarta bántalmazni őt. Ahogy ő utolért, így meglökött 2 kézzel, és akkor itt beestem valahová a bokorba. Percekig követte, majd egy bokros résznél hátulról elkapta, és a növények közé lökte a futónőt a támadó. Ágoston Piroska évek óta jár ezen az útvonalon, hetente többször kocogni. Soha semmilyen inzultus nem érte, és a környéken szőlőt művelők is jól ismerik. Azt mondja, biztosabban, hogy az őt megtámadó férfi szexuálisan akarta bántalmazni. Ez a jössz velem, tehát egyértelműen arra vonatkozhatod. A nő azért tudott elmenekülni, mert már előre felkészült a támadásra, amikor észrevette, hogy a férfi követi őt. Tapasztalt futóként azon kezdett gondolkodni, hogy milyen hosszú távot kell még hazáig megtennie, és hogy milyen eszközzel tudná a támadást elhárítani. Kulcscsomóm van, azt nem merem az arcába dobni, mert felbőszítem vele. Akkor gásprém meg ilyenem nincsen, azt sem merném elővenni, mert ahogy meglátná, szerintem
tehát nem lenne esélyem használni, olyan dolgokat nem akartam, ami... Tehát olyan dolgokkal az ember nem kezd el ilyenkor kísérletezni, amiben nincsen gyakorlata. Ezért végül a menekülést választotta, ez volt a szerencséje. A támadó ugyanis nem bírta a tempót, a nő pedig találkozott egy mezőőrrel, akitől segítséget kért, együtt hívták a rendőrséget is. A támadót végül órákon belül elfogták, ám mivel azon kívül, hogy fellökte a futónőt, nem tett mást, nem volt miért letartóztatni. Ágoston Piroska most azt mondja, egy darabig nem fog ezen az útvonalon kocogni, és abban sem biztos még, hogy valaha nyugodt szívvel tud ide visszatérni. Egy település fejlődéséhez olyan polgármesterre van szükség, aki hatékonyan tud együttműködni a kormánnyal. Erről beszélt Semjén Zsolt, miniszterelnök helyettes Bátaszéken, a Fidesz-KDNP helyi jelöltjeinek kampányrendezvényén. Járda és parkolóépítés, a belterületi utak és a vízelvezető rendszer felújítása. Ezek is részei a Fidesz-KDNP bátaszéki polgármester jelöltje által meghirdetett programnak. Tölgyesi Márk erről a helyi művelődési házban tartott kampányrendezvényen beszélt. Azt mondta, ezek mellett a helyi egészségügyi alapellátást és a tömegközlekedést is fejleszteni. Egy korszerű, klimatizált buszvárót építünk, megfelelő, szociális blokkal ellátva. Én azt gondolom, hogy egy város megérdemel egy ilyen buszvárót, ez a minimum. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője, a teltházas rendezvényen arról beszélt, hogy Bátaszék a mostaninál több állami támogatást is igénybe tudna venni. Egy hasonló mértékű településen mennyi forrás, mennyi pályázat jelenik meg, ami adott esetben a helyi közösség javát szolgálja, ebben sajnos Bátaszék nagyon elmaradt. A rendezvényen Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is részt vett. Ő azt mondta, hogy egy település fejlődéséhez és ahhoz, hogy egy önkormányzat hatékonyan tudja felhasználni az uniós forrásokat, arra van szükség, hogy a polgármester és a kormány közötti munkát jó együttműködés jellemezze. Kis préseljük Brüsszelből azt, hogy olyan elsősülének a fejlesztési pénzek és olyan pénzek, amíg a magyar gazdaság, a magyar településeknek a fejlődését biztosítja, és így tovább. De az első szintet abszolváltuk azáltal, hogy a magyar nép bölcsességéből kifolyólag nemzethű képviselők vannak Brüsszelben, akik ott a magyar nemzeti érdekeket képviselik. Az önkormányzati választásokat Magyarországon most vasárnap, október 13-án tartják. Gyalogátkelő építését tervezi Tolna önkormányzata a város egyik legveszélyesebb közlekedési pontjánál. A tervek szerint jövőre ugyanitt a teljes útszakaszt felújítják. Szinte percenként történik hasonló jelenet Tolna egyik legnépszerűbb bevásárlóhelye előtt. Annak ellenére, hogy néhány méterre van kijelölt átkelő, a lakók mégiscsak itt mennek át. A Pesza Feregnes polgármester azt mondta, csak a csodának köszönhető, hogy nincs minden nap baleset ezen a helyen. A város most tárgyalásokat kezdett az út tulajdonásával, a közút KHT-val, egy zebra és egy parkoló kialakításáról. A zebra felfestése az nem csak fehér festék kérdése, hanem oda a közvilágítást kell építeni, és a gyalogos forgalmat rá kell vezetni, tehát járdát kell gyakorlatilag építeni, és vannak erre szabályok, hogy milyen távolságra lehet egy zebra egymástól. Az út másik oldalán lévő zöldövezetből kialakítandó parkoló tervei már készülőben vannak, lévén ez önkormányzati terület. A jövő évben pedig az út teljes hosszának rekonstrukcióját is tervezi a közút. Ez gyakorlatilag már a magyar közlönyben megjelent, a kormány erről döntött, és tudomásom szerint a jövő évben, tehát 2020-ban fel fogják újítani ezt az egész utat. Nyilván célszerű lenne ezeket az építkezéseket összhangba hozni, hogy nem utána szedjük szét, és utána vezetünk rá parkolót, járdát, hanem valahogy ezeket majd össze fogjuk hangolni nyilvánvalóan. 15 diák kap havi 10.000 forintot 10 hónapon keresztül tanulmányaihoz a Szekszárdi Önkormányzat Humán Bizottsága és egy helyi vállalkozás összefogásának köszönhetően. A Tanulj, hogy boldogulj ösztöndíjra 25 pályázat érkezett a szekszárdi iskolákból. A Város Humán Bizottságának tagjai most a beérkezett pályázatokat bírálják el. Csillagné Szántó
Szabolik Széna, a bizottság elnöke azt mondja, a szociális rászorultság nem, azonban az általános iskoláskor kizárólagos feltétele az ösztöndíjnak. A feltétel a jó tanulmányi előmenetel, valamiben kiemelkedőnek lenni, tehát a sok irányú érdeklődés, és külön odafigyelünk arra, hogy elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetűek kapják meg. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara második alkalommal szervezte meg általános iskolásoknak a szakképzést népszerűsítő Szakmaréna nevű rendezvényt. Idén Szekszárd mellett Paks is otthont adott a programnak. A pincérkedés alapjaival ismerkedtek ezek a fiúk, de kipróbálhatták az asztalos szakmát, és bepillantást nyerhettek a cukrászmesterség fortéjaiba, vagy beleleshettek a villamosságtan világába. A fiatalok között voltak, akik már konkrét célokkal érkeztek a szakmarénára. Az esztergályos szakma, amivel én el akarok majd helyezkedni, hogyha úgy van, és ezért szeretnék ide az eszibe jönni tovább tanulni. Mert van rokonaimnak egy műhelye, ahova szeretnék menni felnőtt koromban. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara második alkalommal szervezte meg a továbbtanulást könnyítő pályaorientációs bemutató programját. A felvonultató tucatnyi szakma egy-egy munkafolyamatának aktív részesei is lehettek a fiatalok. Ez az élmény alapú bemutatás, amit módszernek választottunk, ez leginkább kiválthatja a szakmatanulás iránti motivációt. A gyerekek nagyon lelkesek, érdeklődők, megpróbálják a különböző szakmai munkafolyamatokat, részt vesznek benne, és nagyon lelkesek. A szakmaréna megszervezését az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta. Hamarosan az emberek 50%-a rövidlátó lesz, hangzott el a láthatatlan kiállítás szekszárdi megnyitóján. A vakok mindennapi nehézségeit bemutató tárlat célja a látók érzékenyítése. A kiállításra a nyitásig közel 700-an regisztráltak. A láthatatlan kiállítás lényege az érzékenyítés. Annak megélése, a látássérült embertársaink hogyan boldogulnak a mindennapokban olyan körülmények között, melyek egy látó ember számára nem okoznak problémát. Ácsezső polgármester a megnyitójában arról beszélt, az idei esztendőben számos rendezvénynek adott otthon Szekszárd, mely a hátránnyal élőket és a város lakókat hozta közelebb egymáshoz. 700-an regisztráltak előre erre 3 napra, és kb. 1500-an nem tudtak már regisztrálni, mert nem tudja fogadni őket a kiállítást tulajdonképpen. Ez pedig azt mutatja, hogy szükség van az ilyen rendezvényekre. Azt mutatja, hogy Szekszárd közössége és társadalom nyitott arra, hogy ezeket az eseményeket befogadja, és ezen eseményeken egy kicsit felülemelkedve, vagy felemelkedve tulajdonképpen befogadja azokat az üzeneteket, amelyeket az ilyen jellegű rendezvények közvetítenek. Vastag Oszkár szemészfőorvos arról szólt, a társadalom idősödése és a számítógép és telefonhasználat eredményeként nő a szembetegek aránya. Egyre több a rövidlátó, rövidesen a társadalom 50%-a rövidlátó lesz. Ennek pedig az az oka, hogy a gyerekek nagyon sokat néznek közelre. A mobiltelefon, a számítógép, ezért javasoljuk a gyerekeknek, javasoljuk a családnak, javasoljuk a tanároknak, hogy igenis meg kell időnként szakítani a közelre nézést, ki kell menni a természetbe, és távolra kell nézni. A távolra nézés csökkenti a rövidlátás kialakulásának a valószínűségét. Az érdeklődők több állomáson tapasztalhatták meg, milyen is vakon élni. Kétyen 3. alkalommal köszöntötték a szépkorúakat a helyi ovisok együttműködve a könyvtár dolgozóival. Az ünnepi műsort követően Monostori Mária pszichológus előadásában az egészséges életmódhoz kapcsolódó tanácsokat hallhattak az érdeklődők. Gondolunk az idősekre, akik előttünk járnak sok-sok évvel. Gyengülnek és felejtenek, ezért óvjuk, védjük őket. Kéty ovisok szavalnak nagyszüleiknek az idősek világnapja alkalmából. Alig 2 éve nagyszülő Fábián Lászlóné, helyi könyvtáros, aki meghatódva, könnyekkel küszködve beszélt arról, hogy miért fontos ünnepelni a szépkorúakat. Kicsit próbálják viszonozni azt a sok szeretetet, megtörődést, amit kapnak, legalább az év ennek a napján. Az ünnepi műsorra több verset és dalt is megtanultak az ovisok, kevesebb, mint 1 hónap alatt a helyi óvónő segítségével. Nagyon örülök neki, hogy megértem, hogy eddig eljutottam, és bármi van, mindig részt veszek, hogyha olyan összejövetel, vagy az oviba valami van, mindig szoktam velük lenni. És mekkorák az unokák, hogy hány unoka van a családban? 7 unokám van, a legidősebb 26 éves,
A picike meg 5 éves volt áprilisban. A műsort követően apró ajándékok átadásával és tematikus előadással egybekötött ételkóstolóval folytatódott a kéti szépkorúak ünneplése. Regionális híreink következnek. Újabb közösségi térrel gazdagodott Kaposvár. 1,4 milliárdos beruházást adtak át. Biztonságosabbá teszik a pécsi Árnyasliget lakóparkot, aláírásgyűjtésbe kezdett a képviselőjelölt. Életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat, saját babáját ölte meg a nő a vád szerint. Okosparkot, bábszínházat, kápolnát és sétányokat is kialakítottak a Kaposi Mór Oktatókórház egykori déli tömbjének helyén. A közel másfél milliárdos beruházás célja, hogy a városközpontban is megtalálja minden korosztály a pihenési és kikapcsolódási lehetőségeket. Az új közösségi tér átadóján Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, Kaposvár élen jár a fejlesztésekben, az innovatív beruházásokkal pedig hónapról hónapra élhetőbbé válik a város. Már birtokba vették a gyerekek Kaposvár első okosparkját. A hagyományos mellett logikai és ügyességi játszótér is várja a kicsiket és a nagyokat egyaránt. A Kaposi Mór Oktatókórház egykori déli tömbje helyén új közösségi teret alakítottak ki, amely ezentúl minden korosztályt vár. Az okospark mellett több sétányt, mesterséges tavat és egy parkolót is kialakítottak. Emellett felújították a kápolna épületét is, amelyben ezentúl bábszínházi előadásokat is tartanak majd. A közel másfél milliárd forintos beruházás csak egy a sok közül a Somogyi megye székhelyen. Átadtuk a Kaposvári arénát, a Csík Ferenc versenyúszodát, a Cseri úton az új busztelep helyett, a hatfejetes gyorsút egy jelentős szakaszát. De még mindig nincs vége. Hamarosan birtokba vehetjük a Csiky Gergely színházat, de zajlik a Kaposvári közlekedési központ kialakítása is, és az új szennyvízkezelőn is az utolsó simításokat végezzük. Joggal érezhetjük tehát úgy valamennyien, Kaposvár megérkezett a 21. századba, és az itt élők olyan várost építettek, amely nyugat-európai mércével is megállja a helyét. Országosan is példaértékű az a számos fejlesztés, amelyet Kaposváron végrehajtottak az elmúlt években. Ezt már Gulyás Gergely miniszter mondta az ünnepélyes átadón. A város mindig világos terveket és elképzeléseket tud kidolgozni. Pontosan tudják, hogy miből, mit, mennyit lehet fejleszteni. Azokat a kereteket, összeghatárokat, beruházási korlátokat, amelyeket az anyagiak szabnak, mindig is Kaposvár tiszteletben tartotta, és a leggyorsabbak közé tartozott akkor, amikor forrásokat lehetett eredményesen lehívni és felhasználni. Az is jól látszik, hogy Kaposvár és térsége is fejlődik, a Modern Városok programot ezért is egésztettük ki a Magyar Falu programmal, ami a kisebb települések számára nyújt lehetőséget arra, hogy a közszolgáltatások minősége jobb legyen. A cél, hogy 2030-ig minden település, legyen az város vagy falu, még élhetőbbé váljon, tette hozzá Gulyás Gergely. Lakossági kérésre támogatói aláírásgyűjtést szervezett és a Biokommal is egyeztetett az Árnyasliget lakópark kormánypárti képviselőjelöltje Tóth Róbert. Első körben 3 sebességkorlátozó táblát és 2 fekvőrendőrt helyeztek el a balesetveszélyes útszakaszon. Járdaépítéssel és zebrák felfestésével folytatódik a fejlesztés. Az Árnyasliget lakóparkban tartott fórumon merült fel az igény a lakóövezet és a bevásárlóközpont közötti útszakasz veszélyességének megszüntetésére. Tóth Róbert, a terület kormánypárti önkormányzati képviselőjelöltje, a lakók kéréseit meghallgatva meg is tette a szükséges lépéseket, hogy biztonságosabbá tegye az egyébként csendes, nyugodt lakópark környezetét, hiszen a gyorshajtók nem csak az út mellett haladást, hanem az átkelést is megnehezítették. A lakossági kezdeményezésre egy támogatói aláírásgyűjtést szerveztünk meg, illetve a Biokom Nonprofit Kft-vel egyeztettünk az útszakasz baleset veszélyes jellegének a megszüntetésével kapcsolatban. Az eredmények minket igazolnak, úgy tűnik, hogy ez sikerült első körben 3 darab sebességkorlátozó táblával, illetve 2 darab fekvőrendőr telepítésével ezt a problémát megoldani. A területen élő több 100 lakó nagyon örül a forgalomlassításnak, és további igényeket, problémákat is megfogalmaztak, amiket természetesen szintén meghallgatottak
látott a képviselőjelölt, és ahogy tudja, orvosolni is fogja azokat. Én egyetlen egy dolgot szeretnék, ha még lenne, hogyha a rendőrök egy kicsit jobban odafigyelnének a tiltott helyen való parkolásra, mert ugye tényleg nagy a parkoló létszámú autó, de mindenki a lehető legrosszabb helyen áll, és ugye itt a kihajtás a lakótelepről való kihajtás az egyetlen egy olyan, ami egy kicsit rontja a helyzetet, de azt ezt megoldják, akkor itt csodálatos nyugalomban béke. Tóth Róbert hozzátette, a fejlesztés folytatódik, hiszen járdát építenek, és zebrákat is felfestenek a közeljövőben, hogy még biztonságosabbá tegyék a lakóparkot. A terület természetesen a városi fásítási programból sem maradt ki. Életfogytig tartó szabadságvesztésre is ítélhetnek egy magyar mecskei nőt. A Baranya megyei főügyészség emberölés büntette miatt emelt vádat a nő ellen. A vádirat szerint a vádlott titkolt terhessége után otthon szülte meg gyermekét, aki néhány órával később meghalt. Ezután a nő nájlonzacskóba tekerte és egy cipős dobozba tette a csecsemőt. Orvos szakértői vélemény alapján az újszülött ellátatlansága vezetett a tragédiához. Az ügyben előkészítő ülést tartottak a pécsi törvényszéken. Megértette, hogy mivel látod, hogy a megértette, de nem ismerte be cselekményét az a nő, akinek kedden tartották előkészítő ülését a pécsi törvényszéken. A Baranya megyei főügyészség emberölés büntette miatt emelt vádat a magyar mecskei nő ellen. A vádirat szerint a vádlott családtagjai és ismerősei előtt is titkolta, hogy várandós, ugyanis nem akart gyermeket. A nő azonban április első napjaiban életet adott egy kisfiúnak, akit ellátatlanul hagyott. Ez az újszülött néhány órán belüli halálához vezetett. A nő a fürdőszobában feltakarított, a kisfiúnak a holttestét pedig egy nylon zacskóba tette, majd ezt követően egy papírdobozba helyezte, és a ház egyik szobájában lévő szekrénynek a polcára rakta ezt a dobozt. Néhány nappal később azonban a nő rosszul lett, hozzá élettársa hívott mentőt. A kiérkező mentősök megállapították, hogy a nő a napokban szült, és a testében maradt mélepén darabok miatt vérmérgezést kapott. Az előkészítő ülésen egy orvosi lelettel egészítette ki a védelem a bizonyítékok listáját. Népes szakértői gárda került kirendelésre már a nyomozás során, őket a bíróság meg fogja idézni és meg fogja hallgatni, és addig is meg fogja küldeni ezt a vizsgálati leletet és eredményt az eljárt szakértőknek. A korábbi vizsgálatok alapján orvos szakértői vélemény szerint nincs olyan a nő elméjét érintő befolyásoló tényező, ami hatással lett volna döntési képességeire. Ezért a csecsemő halálát az ellátatlanság okozta. Így a nőnek a cselekménye minősített emberülésbüntet megállapítására alkalmas, amelyért a törvény 10-től 20 évig terjedő, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását is lehetővé teszi. Mivel az előkészítő ülésen a vádlott nem válaszolt egy kérdésre sem, így korábbi vallomását veszik alapul a bíróságon, miszerint idézem, a terhemre rótt cselekményt nem követtem el. A nő ügyét ezért rendes eljárásban novemberben tárgyalja a pécsi törvényszék. Tücsköt és sáskát is kóstolhattak a legbátrabbak a kaposvári Fekete István látogatóközpontban, ahol az állatok világnapja kapcsán szerveztek rendhagyó rovar programot. Emellett kisállat szépségverseny és tárlatvezetés is várta az érdeklődőket a Desedató partján. A kiállítóhely idén 5 éves, ennek apropóján a névadóról is megemlékeztek. A kis állat szépségversenyen a barátságosabb állatokat meg is lehetett simogatni, de volt olyan is, amelyet üvegbe zárva lehetett csak csodálni. A Fekete István Látogatóközpont az Állatok Világnapjára számos programmal készült, ennek részeként az ehető rovarokról is hallhattak előadást az érdeklődők. Nagyon nagy a fehérje tartalmuk, ugyanakkor a zsírtartalmuk az viszonylag alacsony, tehát mondhatjuk azt, hogy egy elég egészséges fehérje forrásról van szó. Mint azt dr. Molnár Marcell elmondta, a Földön körülbelül 2000 rovarfajt fogyasztanak. A kóstolással egybekötött előadáson sáskát és tücsköt lehetett megízlenni a bátraknak. Finom. Voltak, akik óckodtak a rovarok kóstolásától, mások viszont szívesen ették a falatokat. A tücsök volt, és nagyon finom volt. Milyen ízű egy tücsök? Ilyen édes, szecsuáni-szerű íze volt.
A Fekete István látogatóközpont 5 éve nyitotta meg kapuit. Ezen időszak alatt átlépték már a 100 000-es látogatószámot. Az évfordulóról külön is megemlékeznek a kiállítóhelyen. A születésnapi rendezvényünk kapcsán Fekete Istvánról is megemlékeztünk egy kicsit, ugyanis ugye intézményünk névadójaként, illetve a kiállított állatok kapcsán nagyon sokban hozzájárult a szellemiségnek az alakulásában. A mellettem levő vitrínben például kimondottan olyan fajokat gyűjtöttünk össze, ami Fekete István műveiben főszerepet vagy mellékszerepet játszik. A kiállítóhely interaktivitásával minden korosztályhoz szól, de leginkább a gyerekek élvezik a játékos tanulást. Végül mutatjuk röviden, hogy miről szólt a híradó. Gázrobbanás. 5 sérült és lakhatatlanná vált lakóház Szekszárdon. Életveszélyben. Futás közben támadták meg a 4 gyermekes családanyát. Baleset megelőzés. Zebrát terveznek Tolna egyik legveszélyesebb útszakaszára. Láthatatlan kiállítás. Az érzékenyítés a cél. Csütörtökön hidegfront alakítja időjárásunkat. Borongós, hűvös időre készülhetünk, sokfelé esővel. A szél napközben nyugatias irányú lesz, és mérsékelt, kissé élénk. Éjszakára megszűnik a csapadék, és lecsökken a felhőzet. Hajnalban ködfoltok alakulhatnak ki. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!